Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az utolsó ülés hete kezdődött meg az országgyűlésnek ebben a ciklusban, és ezért aztán jókunk van arra, hogy visszatekintsünk a mögöttünk hagyott négy, és miután bizonyos értelemben ez a második egymást követő kormányzati ciklus a mögöttünk hagyott 8 évre. Különösen azok után, ami itt az előző bő fél órában elhangzott, mely szerint minden rossz, mégiscsak szeretném a jelenlévő különösen ellenzéki képviselők figyelmébe ajánlani, hogyha belegondolunk abba, hogy a gazdaságpolitika területén például milyen eredményeket sikerült elérni, akkor azt mondhatjuk, és a szocialista frakció egyelőre még itt van a parlamentben, hogy nekik is volt 8 évük a kormányzásra, az ő hetedik évüknél a gazdasági recesszió az 7% volt, a gazdasági teljesítménycsökkenés az 7%-os volt, a munkanélküliség pedig 12%-os lett. Ehhez képest most a munkanélküliség 4% alatt van, a gazdasági növekedés pedig 4% fölött van. A jegybanki alapkamat 1% alatt van, a hitelkamatok soha ilyen kedvezőek nem voltak. Míg 8 év alatt 2002 és 2010 között sikerült a villamosenergia árát kétszeresére, a gázárát háromszorosára növelni, most 8 év alatt 25%-kal csökkent a gázára. Ezek után rezsicsökkentéssel kapcsolatos ígéreteket a szocialistáktól hallani felettébb érdekes választási kampányt vetít elénk. Ha belegondolunk abba, hogy a nemzetpolitika területén 1 millió új állampolgárral mit sikerült elérni, a társadalompolitikában és ezen belül különösen a családpolitikában, családtámogatási rendszer vissza, újra és felépítésében, akkor úgy gondoljuk, hogy emögött a kormány mögött, a mögöttünk hagyott 4 és 8 év között komoly eredmények állnak. Arra szeretném külön is megkérni az LMP frakció vezetőjét, hogy egy zárt ülésen elhangzott tőlem állítólagosan vett idézetet, az pontosan legyen kedves jövő megtenni, tehát ne állítson valótlant, mert amit ön idézett, én olyat nem mondtam. Aki ott volt, az tudhatja, ha a jegyzőkönyvet megnézi, akkor egyértelműen rálelhet arra, hogy vagy néhány órára visszamenőlegesen nem képes visszaemlékezni, én ebben bízom, vagy pedig szándékosan állít az ország nyilvánossága előtt valótlant, miután soha nem szoktuk megindokolni, önök se indokolták meg ma 4 alkalommal, hogy miért nem támogatjuk a házszabálytól való eltérést, ezért ezt én sem tettem meg, és ezt a vitát, ha le akarjuk folytatni, akkor ne zárt ajtók mögött folytassuk le. Ezt úgy interpretálni, hogy ön tette, a politikai korrektség minimumának a hiánya, márpedig önök a politikai korrektség képviselői sok tekintetben jó lenne, hogyha legalább ott, ahol ez indokolt, mégiscsak valóban korrektek lennének. Azt is tudjuk, és ezért kár is a miniszterelnök távolmaradását számon kérni, hogy ma a miniszterelnök az Európai Unió éppen aktuális elnökségi feladatait ellátó állam miniszterelnökével, a bolgár miniszterelnökkel találkozik, és ott a migrációs politikában próbálja a magyar kormány akaratát érvényesíteni, hiszen látjuk azt, hogy az Európai Unió júniusig döntésre akarja vinni a kötelező kvóták ügyét. Azt látjuk, hogy mindazok az eredmények, amelyeket az elmúlt 8 évben sikerült elérni, csak akkor őrizhetők meg, hogyha Magyarország biztonságát ezt követően is garantálni tudjuk. Ha már önök ehhez az elmúlt években nem járultak hozzá semmivel, akkor legalább azt ne kritizálják, hogy a miniszterelnök tekintet nélkül egyébként a választási kampányra, hiszen az európai és világpolitika sincsere tekintettel a magyar nemzeti érdeket igyekszik képviselni, az ország biztonságát igyekszik szavatolni, és ezt tettük az elmúlt években is, ezért építettünk határvédelmi kerítést, ezért hoztuk létre a fizikai mellett a jogi határzárat, ezért utasítottuk el a felső határ nélküli betelepítési kvótákat, és ezért teszünk meg ma is mindent. Azt látjuk, hogy ma a biztonság szavatolására egyedül a kormány oldal pártjai képesek. Azt látjuk, hogy ma a felső korlát nélküli kötelező kvótákat mi utasítjuk el, és sajnos az is egyértelművé vált, hogy az ellenzékre ezekben a kérdésekben, gondoljunk akár a Jobbikra is, például az alkotmánymódosítás kérdésére nem számíthatunk, akkor sem szavaztak önök meg az ország védelme szempontjából kulcsfontosságú döntéseket és intézkedéseket, amikor korábban az ezzel ellentétes magatartást önök minősítették hazaárulásnak. Ezért úgy gondolom, hogy ha valaki az ország eredményeinek a folytatását szeretné látni, és az országban továbbra is biztonságot szeretne, akkor jó okkal szavazhat bizalmat a kormánypártoknak a következő 4 évre. Erre kérünk mindenkit. Köszönöm szépen a figyelmet.
Válaszadásra ismét Dömötör Csabája a szó, parancsoljon államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt frakcióvezető úr, a 2010 óta eltelt időszakot a szuverenitásért folytatott küzdelem jellemezte. Ez a kormány minden erejével azt akarta elérni, hogy Magyarország ne legyen zsarolható és a saját maga ura legyen. 2010 óta az IMF adósságot visszafizettük, az államadósságot csökkentettük, a bankok el lettek számoltatva, sőt, különadókat is kivetett a kormány. Eközben nőtt a nemzeti vagyon, a bankszektorban és a médiában már újra 50% fölött van a magyar tulajdonosi arány, és az energetikában is fontos hídfőállásokat sikerült visszaszerezni. Tehát fontos lépéseket tettünk annak érdekében, hogy ez az ország ne legyen zsarolható. Ezt azért mondom el egyfajta előzményként, mert a nemzeti szuverenitás most egy korábbiaknál nagyobb veszély fenyegeti, ez pedig a bevándorlás. És van egy világnézet, amely szerint a bevándorlás az egy jó lehetőség. És ennek a gondolatnak a képviselői most több irányból akarják Magyarországot megtörni. Például a nemzetközi szervezetek irányából, mint azt már tudjuk, az ENSZ el akar fogadni egy egyezményt, amely gyakorlatilag alapjogként határozná meg a letelepedést és a migrációt, ezért legális útvonalakat hozna létre. Ez a csomag sok sebből vérzik, sok más mellett azért veszélyes, mert hivatkozási alapként jelenhet meg a brüsszeli jogszabályokban is, és ilyen értelemben felgyorsíthatja a betelepítési programok végrehajtását. A kvóta program egyébként mind a mai napig ott van a tárgyaló asztalon, és nyártól felgyorsítanák a végrehajtását, ezt kotyította el a belga miniszterelnök. A kockázati tényezők számát gyarapítja az, hogy mind az ENSZ, mind Brüsszel vonatkozó tervei szerint komoly jogkörökkel ruháznák fel az egyébként teljesen átláthatatlan hátterű aktivista csoportokat, amelyek egyébként szervezik a migrációt. Ezt nem szabad hagynunk. És a vita sarokpontja végső soron a határok védelme lesz. Mint a sajtóhírekből tudjuk, az Európa Tanács főbiztosa szerint létre kell hozni a Soros-féle embertípust. Na, ennek az embertípusnak egyáltalán nem jelent semmit a határok védelme, mint ahogy a nemzetállamok és a nemzeti kultúra sem. Azért nem, mert a globális nyílt társadalomért harcol. Ez ugyanolyan társadalmi mérnökösködés, mint a kommunizmus, már csak azért sem kérünk belőle. Hogyha Szél Bernadett képviselő asszony vitatná ennek az állásfoglalásnak a létezését, ezen terv létezését, akkor elhoztam önnek azt az írásos állásfoglalást, amiben ez szerepel, nyugodtan elviheti. Az ilyen típusú veszélyes szifinek több 10 millió ember, több 100 millió ember esett áldozatul a történelem során. Tisztelt Ház! Az elmúlt években végighallgathattuk az ellenzék nyilatkozatait, láttuk, hogyan szavaztak sorsdöntő pillanatokban, és ezek alapján az a helyzet, hogy elmondhatjuk, hogy minden egyes ellenzéki párt támogatja a bevándorlást. Minden egyes ellenzéki párt. Ki a szavazatával? Ki azzal, hogy nem támogatta az alkotmánymódosítást? Ki azzal, hogy aláírásokat gyűjtött, mint Gyurcsány Ferenc pártja? Ezért mondhatjuk el azt, hogy ma minden egyes ellenzéki képviselő zsebében ott lapul a sárga kerítésvágó. És ne áltassuk magunkat, hogyha lehetőségük lenne rá, akkor azonnal használnák is. Ilyen körülmények között, akinek számít az ország biztonsága, csak a kormányra és a Fidesz-KDNP-re számíthat. Ezért jó, ha összefoglaljuk a jövőbeni cselekvés irányait. Nem fogjuk hagyni, hogy az ENSZ ránk kerültessen egy olyan egyezményt, amely állandósítaná a migrációt. Nem fogjuk hagyni, hogy Brüsszel ránk erőltesse a kötelező betelepítést. Csak mi dönthetünk arról, hogy kivel élünk együtt. Nem fogjuk hagyni, hogy milliárdos összegekkel pénzelt aktivista csoportok gyengítsék az ország védelmi képességeit, és segítsék az illegális migrációt. Ragaszkodni fogunk az átláthatósághoz. És végezetül nem fogunk engedni a határok védelméből, a határkerítés ugyanis nem csak egy fizikai akadály, hanem védelme mindannak, ami fontos. Nincs annyi külföldről pénzelt szervezet, nincs annyi ellenzéki támadás, nincs annyi brüsszeli zsarolás, nincs annyi külföldi lejárató sajtócikk, amely eltéríteni minket a célunktól, hogy megőrizzük Magyarországot Magyarországnak. Kibekkeltük a homo sovjetikuszt, nem kértünk belőlük, és nem kérünk a Soros-féle embertípusból sem. Ez a magyarok országa, és mi a magyar embereket támogatjuk. Április 8-a. Éppen ezért
több, mint egy szokásos választás. Egyetlen napon több évtizedről is dönthetünk. Hiába állt ki sok millió magyar ember az országért, konzultációkon, népszavazáson, nagygyűléseken, ha aznap nem állunk ki elegen. Nem hagyhatjuk, hogy Magyarország bevándorló ország legyen. Tudjuk, hogy ebben a küzdelemben nem vagyunk egyedül, ezért számítunk mindazok támogatására, akiknek fontos az ország biztonsága, családjaink jövője, és az élet más ügyeiben talán sok esetben sokfélét gondolunk, de egy dologban mégis egyet, azt, hogy minden körülmények között Magyarország az első. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you.